Kecskeméten a parkok, utcák karbantartása a legfőbb feladata a közfoglalkoztatottaknak. Berényi Ágnes úgy érzi, nagyon hasznos az a munka, amit nap mint nap végez. Nagyon jó érzés, hogyha valahol felszedem a szemetet, valahol összegerebjézek, visszanézek rá, hogy szép lett, jó lett. A lakók elég sűrűn lejönnek, megdicsérnek bennünket, az is egy jó leső dolog. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1-e és július 31-e között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak, és ez augusztus 1-én is fennállt, nettó 54 000 forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek. Berényi Ágnes azt mondta, hogy ez óriási segítség. Mivel, hogy albérletben élek, mindenképpen tüzelőre szeretném félretenni, de mindig van helye. Tehát mindig van helye a pénznek. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig bejelentette, nagyjából 93 000 közfoglalkoztatott kap plusz egy havi juttatást, segítve az álláskeresésüket, és ezzel kapcsolatban az érintetteknek semmilyen teendőjük nincs.